2023 podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 2023. Emberek, gondolatok, innováció. Elkezdődött és egészen szombat estig tart az idei utcazene fesztivál Veszprémben. Elfogultság nélkül, de némileg elfogultan mondhatom, hogy ez a legjobb fesztivál. Az emberek nem a sztára jönnek, hanem zenét hallgatni. Meglepődni, együtt énekelni, elismerni a tudást, megnézni az ismerősöket, beszélgetni, kódorogni, minőségi időt eltölteni. Most néhány napig megmutatjuk nektek az igazi utcazene hangulatot. A zeneszámok minőségéért bocs, kézi mikrofonnal készültek. A megszólalók sorrendben a Kali, a Lanu, Kóbor Zsóka és Polgár Patrik, Anna Luca és a Magáska zenekar. Találkozunk ma este is az utcazenén. Sziasztok, mi vagyunk a Kali zenekar, a Seffer László gitár, Vértes Marcell trombitán, Almási Viktor basszus gitár, Vértes Boldizsár dobok. Időre ideértünk. A zenekar fele Tatabányai, a másik fele pedig Győr, Perpest. Tatabányán próbálunk, de igazából az egész zenekar kb. Egy éves múltra tekint vissza, a pandémia alatt alakultunk. Úgyhogy nagyon sok ilyen interneten küldözgetős, otthon mindenki egyedül dolgozós korszakunk volt, ha lehet így mondani, és aztán utána most már, hogy lehet utazni, nyilván elkezdtünk gőzerővel próbálni. Én már sok mindent hallottam együttes alakulásra, de egy a pandémia alatt alakuljon egy együttes. Mindenki ült otthon, ivott, és jól érezte magát, hogy van? Igazából az volt az elképzelés, hogy diktafonra felveszi mindenki a saját kis számát, és azt meg utólag megeditáltuk otthon, és tulajdonképpen kész gyakorló számokat készítettünk. Igen, azért a zenekarnak van némi előzménye, mert hogy én Marcival egy másik formációban együtt játszottam korábban, szóval nyilván ismertük egymást, és Viktorral pedig szintén együtt játszottam egy másik formációban, a Boldi pedig a Marcinak az öccse. Szóval, hogy igazából elég hamar és könnyedén összeállt a zenekar, és úgy néz ki, hogy eddig minden jól működik. Hát igazából a stílus az onnan jött, hogy eredetileg mi flamenco zenét tanultunk. Flamenco táncosokat kísértünk, sokáig én is simán spanyol gitáron zenéltem, de azért, hogy ugye meglegyen a hangképnek a teljessége, én átváltottam basszusgitára, és így bejött egy csomó olyan zenei műfaj, amit már el tudtunk így játszani, ami sokkal jobban szól. Latin zen az mindig vonzott trombitán, és aztán az élete, hogy összehozott minket, úgy hát rájöttünk, hogy ez passzolnak ezek a hangok így együtt, meg ezek a hangszerek, és a másik zenekarból kiválva, kiegészülve kialakult ez a latin masszív világzene. Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy nem csak latin jellegű dalaink vannak, tehát azért, hogyha figyeltetek, akkor itt közé be volt ékelve egy kicsit más ízlésvilág is, ami nem is tudom, egy kicsit talán ilyen, igen, egy kicsit a popból merít, egy kicsit néha olyan, mintha valamilyen jazz standardet hallgatnánk. Szóval nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogyha már instrumentális zenét játszunk, szóval egy kicsit nem annyira mainstream dologról van szó, akkor viszont próbálunk odafigyelni arra, hogy a dallamok könnyen befogadhatók, könnyen megfogják az embert, szóval azért mégis egy emészhető és táncolható zene legyen ez a dolog, ne pedig egy nagyon elvont, elborult, nem tudom, jazz kvartett. Akkor most nem érdemes tőletek megkérdeznem, hogy féltek-e az újabb pandémiától, mert nektek az még előny is. Hát ha még egyszer előfordul ilyen, akkor szerintem folytatjuk az előzőeket, hogy addig a gyökereket neveztjük, aztán amikor megint ki lehet dugni a fejünket, akkor megmutatjuk magunkat a világnak. Some nights you got it all. In my eyes everything is blurred and far from easy.
Tóth Eszter vagyok, és ez itt a Lanu zenekar. Én Simon Gyűr vagyok, és továbbra is a Lanu zenekar. Hogy álltatok össze? Hát 3 éve alakultunk, sőt már majdnem 4, és Gyurival ketten voltunk az alapító tagok, mi egy pár is vagyunk egyébként, és így alakult, hogy szerettünk volna közösen zenélni, nekem voltak dalaim, Gyurinak is voltak, és e köré építettünk fel egy zenekart végül is. Ez egy ilyen párkapcsolati zenekar, gyakorlatilag a párkapcsolat és a barátaink egy ilyen életzenekar. Nem a zene által jöttetek össze, hanem... Pont a zene miatt, mert hogy Esztert egy esküvőre hívtuk el, hogy játszon velünk, mert a... Igen, tehát 4 éve elhívtuk egy esküvőre, hogy játszon velünk, mert hogy a lány, akivel én előadtam volna valamit, ő már 8 hónapos terhes volt, és úgy érezte, hogy nem biztos, hogy be tud vállalni egy ilyen horvátországi esküvőt, és kellett egy kiegészítő tag, és ő lett Eszter, és akkor így elkezdődött a zene és a szerelem, és a Lanu. De akkor ez esküvő hakliból lett? Hát mondhatjuk úgy, és egy nagyon fura esküvő volt, mert egy lakatlan szigeten tartották, de nem a tipikus hakni, de igen, igen végül is. Azután még rengeteg esküvőn voltunk, amilyen most volt 3 napja. Egyébként. Miért ilyen nagyon jó esküvői zenéket tudtok? Nem egyébként, nem tudom, valahogy úgy alakult, de mindig saját zenét játszottunk, szóval nem ilyen. Szerintem mi nagyon jó esküvői zenéket tudunk, csak nem olyat, amire az emberek gondolnak, hanem azt hiszem, hogy az az erősségünk itt is, meg az esküvőken is, hogy tudunk az emberek lelkéhez és a szívéhez szólni, és hogyha valaki arra vágyik, hogy mondjuk meghatódjon, akkor abban jók vagyunk. A stílus hogy alakult ki? Azért én nem ilyen átlagos zenét játszotok. Hát ez az, amit egyszer úgy nevezett el egy barátunk, hogy love folk, úgyhogy ez pont ez a szerelemhez kapcsolódik. Hát ez szerintem teljesen egyéni, ez jön belőlünk erre. Nyilván minden zenekar rétegzene most már, mert nincsenek annyira kötött műfai. Jó, lehet, hogy vannak, én mindig rétegzenét játszottam, nem tudom milyen az, hogyha nem, de szerintem igen, van ebben minden, de nekem mindenképpen személyesen a folk a kiindulás, tehát a magyar népzene is, különböző népek népzenéi, amerikai folk, ír folk, stb. Én meg nagyon szeretek elmerengeni és elgondolkodni, és akkor a zene is kicsit olyan lesz, hogy úgy tágas, teres, elvarázsoló. Hányféle hangszeren játszol? Hát azért azt mondanám, hogy hát játszom gitáron, citerán, egy kicsit zongorázok, de csak egy kicsit. Most van egy ír buzukim, a gitár miatt ukulelézek, és keretes dobon játszom ezen kívül. Ugye? Meg ének. Hát, és meg énekelő. Igen. Egyébként te képzett énekes vagy, ugye? Nem autodidakta. De, autodidakta. Hát ezt úgy mondanám, hogy autodidaktán indultam, de felnőtt koromban kezdtem képezni magam, de nem iskolába jártam, hanem mindig magántanárokhoz járok. Mindig megtalálom, aki úgy érzem, hogy akitől tanulni szeretnék, szóval erre figyelek, hogy mindig tanuljak újat. De szerintem ez még mindig autodidaktizmus, vagy hogy kell ezt mondani? Igen. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy merre akartok menni? Azt láttam, hogy a koncert után az szerintem egy ilyen utcazene fesztiválon nem általános, hogy jönnek és vesznek tőletek. Tehát ti azonnali hatást tudtok kiváltani, ebből következik, hogy nyilván akartok ezzel még valamit tenni ezzel a zenekarral. Hát mindenképp. Szerintem ez a zenekar nekem szakmailag is, az egy, több zenekarom van, de az egyik, ez a fő projektem, a kedvencem, szívügyem, és emberileg is szerintem az a különleges, hogy nagyon jó barátok vagyunk, és tényleg együtt töltjük az időnket. Egy irányba nézünk, megyünk, úgyhogy mindenképpen tervezünk ezzel a zenével. Minél szélesebb közönséghez érjen el nyilván. Nagyon szeretünk alkotni, minél több dalt vehessünk fel, új dalokat írjunk, ilyesmik. Nekem a legboldogabb pillanataim a Lanuhoz köthetőek. Az, hogyha így együtt vagyunk 4-en, sőt 5-en, mert van egy nagyon csodálatos 5. tagunk, a Buborék Tündér, aki a dobosunk Gergőnek a barátnője, és akkor így együtt az a teljes, hogyha szól a zene, és közben óriás buborékokat lehet eregetni a közönség tagjainak. Mondjuk ez most itt elég hatásvadász lett volna. Hát, az bárhol hatásvadász, de igazából a jó hatások, meg a pozitív, szívnyitó hatások, amitől az ember egy picit azt érzi, hogy wow, de jó élni, azok szerintem érnek, és jók. Mondjátok el a végén, amit elfelejtettetek elmondani. Hogy mindenki szavazzon ránk a közönség díjat. Jaj, látod, és megint elfelejtettem. Szeretnénk nyerni egy görkorit. Megint elfelejtettem, szavazzatok ránk. Görkori. Szavazzatok ránk.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, én Kóbor Zsóka vagyok. Én pedig Polgár Patrik. A műsorunk nagyjából egy 50 perces műsor lesz. Hoztunk nagyrészt saját dalokat, saját szerzeményeket, de hoztunk néhány feldolgozást is, amiket így nem szeretünk volna kiadni a repertoárból, mert szeretnénk kicsit velük felpörgetni a hangulatot, illetve nagyon szeretjük őket. Hát ez a sztori régről indul, 2015-re kell visszaeveznünk. Zsóka akkor egy ilyen helyi tehetségkutatóban tűnt fel, amit meg is nyert, és én az egyik helyi televízióban láttam meg őt. Felkerestem, hogy nekem vannak dalaim, és ott kezdődött el a közös zenélés. Volt rockzenekarunk is, aztán azt pihenőre tettük, pár évig nem zenéltünk együtt, és 2018-ban kezdtünk el újra együtt duóként működni. Küldött el egyébként anyagot, úgyhogy én le tudtam csekkolni, hogy milyen. Természetesen nem csak így a semmiből mondtam neki igent, nekem tetszettek a szövegei, úgyhogy igent mondtam. Kicsit ilyen alter popos, akusztikus jellegű duóként szoktuk magunkat így. Hát nem tudunk pontos megnevezést adni, mert azért sok műfajba bele szoktunk kóstolni, inkább kicsit ilyen alter pop, akusztik. Évről évre szeretnénk minél több helyre jutni, minél feljebb lépkedni a ranglétrán. Elég jó az idei nyarunk, nagyon sok felé járunk szerencsére, Szentgotthártól Debrecenig, úgyhogy nagyon, nagyon örülünk. Ősszel jelenik meg az első nagylemezünk, 12 szerzeménnyel, úgyhogy bízunk benne, hogy minél több helyre, minél feljebb idővel sikerül majd lépkedni, illetve nem elhanyagolható info, hogy szeretnénk majd egy ilyen hangos nagyzenekart is csinálni a közeljövőben. Zúzni fogtok, vagy pedig inkább ugyanez az alter pop irány lesz? Hát alter popon belül szerintem megengedhetünk magunknak egy kis zúzást is. Kis Anna Luca vagyok, Csornáról. Mondd meg a korodat is. 17 éves vagyok. Úgyhogy. Akkor te ilyen bátor lány vagy. Mit fogsz csinálni itt az utcazenén? Énekelni fogok a zenekarommal, amiben apukám és két barátunk van benne, és még hegedülök is. És ennyi. Mesélj a stílussal. Magyar alternatív zenét játszunk leginkább. Belecsúszik egy-egy angol nyelvű alkotás is. Az angol nyelvű alkotások is az alternatív zenei világban jönnek? Hát nem, ez kicsit mainstream-ebb. Például vagy? Sting, Englishman in New York, és Ain't No Sunshine, ilyenek. Uh-huh. Te ez vagy? Te... Igen, én ezt nagyon szeretem, úgyhogy ez a... Mert igazság szerint ez az alternatív zene, ez ilyen 90-es évek. Tehát én inkább azt gondolom, valószínűleg ez az apukádnak volt a kedvenc zenei világa. Teljesen rád tolta? Hát teljesen, kicsi koromtól ezt kapom, óriási dózisban, úgyhogy ez így belém lett levelve. De a barátaim is nagyon szeretik, úgyhogy Quimby, Kisfelsa Borz, Margaret Island, és még sokan másoktól. Tudod, Quimbytől mit játszol? Úristen, hogy azt tudom, hogy hogy kezdődik. Hát én hogy kezdődik. A Bölcsőcsengettyű és Templom harang. Jaj, most izgulok, és nem tudom a címeket. Énekeld el az elején. Bölcsőcsengettyű és Templom harang, a jelenlét annyi, mint poszton a rang. Kispál? Kispált az etetést. Abból is énekelj. Látod, lemegy a nap, különböző nagy vadak mennek bele az éjszakába, megenni a kiárva. Ilyenkor különben minden profi el szokta mondani, hogy? Nem tudom. Szavazzatok ránk! Szavazzatok ránk, igen. Hát nagyon nem lobbiztunk a szavazatokért, úgyhogy majd... Lehet, még kitalálunk valamit. Reméljük, jól sikerül.
szorító, hogy attól böttyös a panni. A gyerszorítót szokott a karjára rakni, ahogy gombóc Artur szereti a csokit. Úgy szerető mindent, ami öl és bőtét, te poros, halus, halus vagy cellofános. Tök mindegy a forma, csak legyen légkáros, vagy éppen kicsodával lepi meg a testét. Legfontos a szempont a mérték, letessék rekreációt, a szokás. A szokásból életünk, ha nem veszed észre, már a szokásnál véged volt. Séta a városban, vagy egy délutáni pihi, mindig lesz egy indok, hogyha kell egy szint. Eltekertjük a Béla út, nem így akartam, csak így alakult. Már ez a kifogás kissé ideje volt, egy kis lazításnak már ideje volt. Még pár utolsó alkalom, és sírni fog az őrangyalom. Le tudnám én tenni, csak még nem akarom. Kardos Csaba vagyok, a Magácska énekes gitárosa. Mely Londrász vagyok, a Magácska basszus gitárosa. Én Földi Balázs vagyok, én dobolok a zenekarba. Én pedig Nagy Zoli vagyok, a szólógitáros. 2016-ban alakult a zenekar, Gitármánia táborból ismerjük egymást a tagok egy részével, és ebből nőtte ki magát a zenekar. A mostani állapot az különböző fúziókon és alakulásokon keresztül vezetett ideig, ahol most látszódott koncerten. A jelen állás szerint a Magácskából ez a mag, ami maradt. Az ácskát keressük. Igen. Valóban az ácskát keressük, mert jelenleg énekesnő hiányban vagyunk, és amúgy szokott velünk lenni egy vokalista hölgy is, aki még kiteljesíti a produkciót, így most sajnos Veszprémbe női tagok nélkül kellett érkeznünk, de szerencsére van itt elég hímtag. Eleve úgy írtuk a dalokat, hogy nagyon sok ilyen válaszolgatásra van lehetőség a férfi-női dinamikák kiaknázására. Hát most ezt félig tudtuk megmutatni, de hamarosan reméljük, hogy... Kiválta a női dinamikát. Ki teljesen. Én hasadtam ketté tulajdonképpen. Meg vannak kifejezetten dalaink, amiket női énekre íródtak, és azokat most ugye kényszerűségből kihagytuk, pedig vannak van legyen 3-4 olyan dalunk, ami női vokálcentrikus. Talán a legfontosabb a masszörlány igaz életéről szóló dalunk. Egy szegedi masszörlány titkos félig az élete. Zoli tarsolyából élmény hozta ezt címen. Sajnos ez ma nem hangozhatott el, de Spotify-on, illetve bármilyen online felületen meghallgatható. Nagyon-nagyon ajánljuk mindenkinek. Van a végén happy end? Jaj, természetesen. Csak az van. Hogy jellemeznétek a stílust, amiben a zenekar alkot? Én legelsősorban alternatív pop zenekarként jellemezném, más nagyon nem illik rá. Az alapok popposak, könnyen szerethető, egyszerű dallamok. Igazából itt ami a nagy trüvel és a nagy pont az én, az a szöveg. És úgyhogy igazából az egész zenének a szöveg a leginkább a lényege, amire hogy érdemes figyelni. Ki a szövegíró? Én, az Oli. Legtöbbje igaz ihletésű, de van, amikor csak elképzelek egy szituációt, és azt járjuk körbe. Én a szöveg mellett még kiemelném azt is, hogy ami miatt alternatív popzen, hogy vannak benne olyan zenei megoldások itt-ott, amik inkább a rockzenére jellemzők, vagy akár jazzesek is, mivel például a dobos kollégánk abszolút jazz háttérből jött, és a többi tagnak is rajtam kívül van jazzzel kapcsolatos múltja. És azt is próbáljuk beleszőni, hogyha mondjuk egy zenész jön a koncertünkre, az is mondjuk legyenek olyan részek, ami neki szellemi táplálék. Ennyit mára. Holnap újabb zenekarok érkeznek, ti pedig gyertek utca zenére, és kövessétek a 2023 podcast és a Veszprém Balaton 2023 felületeit. Gellért Gábort és az év legjobb utca zenészeit hallották.